A kultúra új nagykövetei népesítették be a napokban a Máté Szalkai Kulturális Központot. Azokat köszöntötték egy-egy ajándékcsomaggal, akik a Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési képzési és foglalkoztatási programjában vettek részt az elmúlt hónapokban. A tavaly decemberben indult program keretében országosan 2000 közművelődési szakember egyéves képzése és foglalkoztatása valósult meg. Az eseményen az eredményeket ismertették. Nagy örömmel tölt el, hogy láthatom, elmondhatom, hogy elindult. Tehát a közművelődéshez kapcsolódó feladatellátás, szakmai feladatellátás, ami ha nem is, tehát nem még nem rendezvényekbe, de legalább az értékek felkutatása, a közösségek építése, az ezen a vonalon való gondolkodás, ez már nagyon-nagyon sok településen elindult, ahol eddig mondjuk nem voltak közösségek, vagy éppenséggel nem tartottak olyan programokat, ami akár a kultúrához, vagy hagyományokhoz, értékeinkhez köthető. Végzettséget igazoló papírjukat az év végén kapják készhez az érintettek, ennek birtokában pedig különféle kulturális programokat szervezhetnek településükön. Kisebb koncertekkel, színház előadásokkal, de hogy csak a civil szervezeteknek a szerveződését, vagy csak ha nem is jogilag civil szervezetként, de azt gondolom, hogy a nyugdíjasokat meghívják egy lekvárfőzésre, vagy pedig egy közös programra, egy süteményezésre, egy receptre, egyfajta főzőskére, elérjük a célunkat. Közösséget szeretnénk építeni azokba a falakba, amit visszatérve az eddigi gondolatra, az infrastruktúrális fejlesztéséket csináljuk a magyar faluból, ezek pedig a kulturális fejlesztések, a leendő programok lebonyolításának és szervezésének a humán erőforrás hátterét biztosítják. A több mint 160 településről érkezett részvevőt 4 városban oktatták a megyében, Nyíregyháza mellett Máté Szalkán, Vásárosnaményban és Fehérgyarmaton. A megyei közgyűlés alelnöke azt emelte ki, feladatuk biztosan lesz. A programok szervezése mellett például helyi értéktárak létrehozásában, működtetésében is számítanak rájuk. Azt a kulturális örökséget ápolják, illetve azt a közösségépítő tevékenységet végzik majd, amellyel egyrészt a települési identitást is meg tudják majd erősíteni, és ezáltal a megyei identitást is, amely számunkra, mint Szabolcs-Szatmár-Beregmegyei önkormányzat kiemelten fontos, úgyhogy ezért is üdvözöljük a Nemzeti Művelődési Intézetnek ezt a képzését, és gratulálunk azoknak a szakembereknek, akik ezt elvégezték, számítunk rájuk a jövőben. A képzett közművelődési szakemberekre azért van igény országszerte, mert 2018 óta előírás, hogy minden önkormányzatnál lennie kell ilyen feladatokat ellátó személynek, aki az ehhez szükséges megfelelő végzettséggel is rendelkezik. A programban érintettek többsége egyébként eddig is ezzel foglalkozott, de képesítés nélkül.